Rákos Mente önkormányzata megtartotta szeptemberi képviselőtestületi ülését. A városvezetés egy energiafogyasztás csökkentő munkacsoportot hozott létre a kerületi intézmények gördülékeny működtetése érdekében. Komposztponttal bővült a 17. kerület. A Hungary projekt részeként 4 különálló gyűjtőedény került kihelyezésre a Ferihegyi út 97 szám alatti területen. Elkészült a Rákosmenti Napsugár óvodában található műfüves burkolatú focipálya. A prémium pázsittal készült felület mellett a csapadék vízelvezetés is korszerűsítésre került az intézményben. Köszöntöm Önöket, a Rákosmente televízió krónikáját látják a kerület legfontosabb eseményeivel. Szeptember 22-én tartotta e-havi rendes képviselőtestületi ülését Rákosmente önkormányzata. A polgármesteri beszámoló keretében Horváth Tamás kiemelte, hogy idén ősszel sem marad el a hagyományosnak számító és nagy népszerűségnek örvendő lomzsákosztás a kerületben, ahogyan az FKF ZRT által szervezett lomtalanítás is, melyre ezúttal a megszokottól korábban október 9-e és 20-a között kerül sor. A városvezető továbbá elmondta, hogy létrehozott egy energiafogyasztás csökkentő munkacsoportot, aminek az lesz a feladata, hogy a megnövekedett kiadások mellett is biztosítsa a 17. kerületi intézmények zavartalan működését. Polgármesteri beszámolóval vette kezdetét Rákosmente önkormányzatának szeptemberben esedékes rendes testületi ülése. Horváth Tamás polgármester felidézte, hogy az ősz első hónapjában megrendezésre kerültek azok a hagyományosnak számító kerületrészi programok, melyek számtalan család számára nyújtottak felhőtlen szórakozást a hétvégék során. A városvezető hozzátette, az évszakhoz egy másik esemény is kapcsolódik, a lomzsákosztás, melynek pontos időpontjairól és helyszíneiről a hírhozóban, valamint az önkormányzat honlapján tájékozódhatnak a kerület polgárai. Emellett pedig az FKF ZRT által szervezett lomtalanítás sem fog elmaradni. Az elszállítást hasonlóan a korábbi évekhez kizárólag a kihelyezés követő napon végzi az FKF ZRT. A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF ZRT levélben tájékoztatja az érintetteket vagy szórólapon. Elősegítendő a rendfenntartást, egyeztetünk majd a rendőrséggel, közterületfelügyelettel, mezőri őrszolgálattal és a kerületi polgárőrszervezetek munkatársaival. Tudjuk nagyon jó, hogy nagyon sok probléma szokott ebből lenni, jönnek a lomizók, erre fogunk odafigyelni ismételten az idén is, hiszen most már évek óta ezekkel a szervekkel, amiket felsoroltam, nagyon jó együttműködésben tudjuk szervezni, hogy minél kevesebb illegális hulladék kerüljön be a kerületbe. A veszélyes hulladékok sorsáról a fővárosi önkormányzat idén sem fog gondoskodni, így az azzal kapcsolatos speciális tárolási költség idén újfent a helyhatóságot fogja majd terhelni. A polgármester ezt követően a városvezetés rezsiköltségeiről is számot adott, hiszen a folyamatosan emelkedő árak a 17. kerületi intézmények működését is befolyásolják. Kiemelte azonban, hogy a két legnagyobb létesítmény, a Rízlevente Sport és Rendezvény Központ, valamint az új lakuszoda mellett a személyes ellátást nyújtó épületek sem fognak bezárni. 22. július 1-től az önkormányzatok is csak piaci áron tudnak földgázt és villamos energiát vásárolni. A településvezetők szerte az országban most vadul számolgatnak, hogy miből tudják majd kifizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. Már több településről lehet hallani, hogy nem létfontosságú épületeket, így könyvtárak, uszodák, művelési házakat bezárnak a fűtési időszakra, hogy így spóroljanak az energiadíjakkal. Rákosmentén mi két nagyobb létesítménnyel rendelkezünk, amelyek nagyon sok energiát használnak, az egyik az uszoda, a másik a rendezvénycsarnokunk, amelyet ugye szombaton fogunk átadni hivatalosan, amelyek ellátását a főtáv biztosítja, tehát jelenleg távfővel működik ez a két intézmény, és információink szerint, a jelenlegi információink szerint januárig nem várható emelés a főtáv díjakban. Az, hogy januártól mi lesz, azt még nem tudjuk. Az intézmények áramellátása a kerületben rezsicsökkentett áron október végéig, míg a gázellátás december végéig biztosította a mostani formában, hangsúlyozta Horváth Tamás. Annak érdekében, hogy az intézményi működés 2023-ban is zavartalan legyen,
egy energiafogyasztás csökkentő munkacsoport jött létre dr. Bakos András alpolgármester vezetésével, aki a testületi ülés keretében ismertette a bizottság eddigi legfontosabb döntéseit. Mik a prioritásaink? Az első prioritás, hogy a személyes ellátást nyújtó intézményeinket nem zárjuk be. Tehát bölcsödék, óvodák, szociális ellátóintézmények nem lesznek bezárva. Pont. A bölcsödékben a 23 fokot, az óvodákban, csoportszobákban a 22 fokot mindenképpen tartani akarjuk. A polgármesteri hivatalban és egyéb intézményeinkben egy 20 fokos maximumot állapítottunk meg jegyzőasszony egyetértésével. Hozzátette, a kerületi intézmény vezetőkkel folyamatosan egyeztet a helyhatóság. A cél egy közös működési terv létrehozása, melyen optimalizálható az energiafogyasztás a létesítmények zavartalan működése mellett. A közbiztonsági beszámolót Horváth Lajos, a 17. kerületi rendőrkapitányság vezetője tartotta meg. Mint utalt rá, Budapest főkapitánya szigorú közúti ellenőrzést rendelt el a fővárosban a romló baleseti statisztikák miatt szeptember 15-e és október 15-e között. Az akcióban Rákosmente is érintett. Ehhez hozzá kell egyébként fűzzem, hogy a kerületünkben 14%-kal csökkentek ezek a balesetek, tehát nem nálunk keletkezett ez a negatív rekord, hanem egyéb más helyén Budapestnek. Nálunk csökkenő tendenciát mutatott. Ettől függetlenül mi is folytatjuk egész október 15-éig ezt a fokozott ellenőrzést. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy ebben az akcióban 3 elfogást, 4 előállítást, 7 feljelentést tudtunk produkálni, illetve 24 fővel szemben 220.000 forint helyszíni bírságot szabtunk ki, 5 fővel szemben pedig 150.000 forint közigazgatási bírságot. Az ülés a napirendi pontok megtárgyalásával folytatódott. A rendelet alkotási javaslatok részeként a képviselők megtárgyalták azt a határozatot, mely a szociális, illetve gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmények térítési díjainak megállapításáról szól. Ez szerint a megnövekedett élelmiszer és energia árak jelentős drágulást eredményeztek a közétkeztetést biztosítók részére is, melynek következményeként a szolgáltató által megküldött nyersanyag norma is megnőtt. Ezen folyamatok eredményezték azt a döntést, hogy 10%-kal drágulnak a szülők által fizetendő térítési díjak a gyermek étkeztetés tekintetében. A többpárti ellenzéki frakció tagjai kifogásolták a döntést, melynek szükségszerűségét Horváth Tamás polgármester indokolta. Az elmúlt 2 évben, tehát most már 2-szer nem emeltünk térítési díjakat, és most már az önkormányzatnak is nyilván jelentős bevételkiesés lenne, de nem is igazából a bevétel kiesése fontos, hanem az, hogy mostanáig ugye arról beszéltünk, az önkormányzatok is nehéz helyzetbe kerülnek. Tehát ugye teljes összegben nem is terheljük át a lakosságra, vagyis hát a szülőkre a térítési díjakat. Mint mondtam, az elmúlt 2 évben nem volt ilyen átterhelés, pedig emelkedtek az árak közben is. És egyébként megnézve, én csak a budapesti önkormányzatokat néztem meg, mindenhol jelentős emelések voltak. A javaslatot végül 13 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett fogadták el a megjelentek. Emellett szintén többségi döntés mellett szavazták meg a jelenlévők a választókerületi, általános, valamint szociális célú gazdálkodási tartalék keretek második negyedévre szóló beszámolóit, csak úgy, mint az önkormányzati bizottságok döntéseiről szóló végrehajtásait is. Az esemény zárásaként Rózsa-egyi Péter környezetvédelmi tanácsnok számolt be arról, hogy Rákosmente a Klímabarát Települések Szövetsége, valamint a Belügyminisztérium önkormányzati koordinációs irodája által kiírt LIFE projekt keretében egyetlen budapesti kerületként rangos díjat nyert el. Az Újlakutca 17-19-21 nagy 10 emeletes épület együttes déli Pesti út felőli területénél, közművektől szerencsére nem érintett területen, egy 80 négyzetméteres területen felbontva a szükségtelenné vált aszfalt beton burkolatot, egy olyan esőkertet hozunk létre, amely a környéken problémát jelentő lezúduló csapadékvizet részben késlelteti, részben visszavezeti a talajba. Ez most, hogy miért akut probléma és erre miért van szükség, azt nem is részletezném, viszont ez nem csak aszfalt feltöréssel fog járni, és zöld felületet és növénytelepítést von magával, hanem találkozó helyként is kialakíthatjuk, ahogy erről a körzet képviselőivel is egyeztettünk már. Az elismeréssel járó oklevelet, valamint az üvegplakettet a környezetvédelmi tanácsnok adta át Horváth Tamás polgármesternek.
Nézőink a képviselőtestületi ülésről bővebb összefoglalót a szeptember 30-ai Fogadóra című műsorunkban láthatnak majd. Rákosmente is csatlakozott a Hungary levegőtisztaságvédelmi projekt részeként megvalósuló komposztolt kampányhoz, melynek keretében a napokban egy komposztpontot adtak át a Ferihegyi út 97 szám alatti területen. A 4 darab újrahasznosított műanyagból készült komposztládát az előírások betartása mellett bárki használhatja, a kezdeményezés célja pedig, hogy a fővárosban élők minél szélesebb körével megismertessék az újrahasznosítás ezen formáját. 4 darab nagy űrtartalmú, illetve újrahasznosított műanyagból készült komposztládákkal bővült a 17. kerület. A komposztpontot szeptember 22-én a Hungary levegőtisztaságvédelmi projekt részeként a komposztolt kampány keretében adták át a Ferihegyi út 97 szám alatti területen. Tüttő Kata, Budapest főpolgármester helyettese hangsúlyozta, a kezdeményezés célja, hogy a fővárosi lakosság minél szélesebb körével megismertesse a kertművelés ezen módszerének folyamatát, ugyanis fontos, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, illetve hogy az, ami keletkezik, a körforgásban maradjon. És ez a mostani komposztláda nem csak itt kerül kihelyezésre, sok más településen, sok más kerületben is. Egy pici lépés abba az irányba, hogy tudatosabban foglalkozzunk azzal, hogy mit vásárolunk, és abból, amit nem használunk, az hova kerüljön, bent tudjuk tartani a körforgásba, ne kelljen messzire elszállítani, lássuk azt, tudjunk egy közösséget köré építeni, mert minden ilyen tudatosság, amit beleteszünk, ez hasznosul minden más területen is. Úgyhogy egy ilyen komposztláda nem csak az energiaválságra, nem csak a klímaváltozásra, nem csak az élelmiszerválságra reflektál, de van egy fontos helyi közösség építő szerepe is. Horváth Tamás polgármester elmondta, Rákosmente a főváros egyik legnagyobb zöld kerületeként örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez, mert ma már a fenntartható fejlődésnek egyik elengedhetetlen követelménye az, hogy amit lehet, újrahasznosítsunk. A komposztláraknak az elhelyezését, ez egy próbaként indul most, meglátjuk, hogy hogy tudjuk átvinni a köztudatba, hogy ezt minél többen használják, és ha esetleg sikeres programunk lesz, már pedig miért ne lenne az, hiszen ahogy a főpolgármester helyettes asszony is mondta, ugye a papír és a műanyagot már tudjuk külön gyűjteni, hamar megtanultuk mindnyájan, remélhetőleg ezt is meg fogjuk tanulni, és nem beszélve arról, hogy nálunk ugye rengeteg olyan közterületi hulladék is keletkezik, zöld hulladék, amit szintén lehet komposztálni. Ugyan az FKF ugye a családi házaktól elviszi, de például itt helyben a közterületen is rengeteg keletkezik, és ha későbbiekben ezt fel tudjuk futtatni olyan szintre, ezt a komposztálási projektet, akkor akár még a közterületeken begyűjtött zöld hulladékot is tudjuk hasznosítani ilyen formán. A városvezető hozzátette, bízik abban, hogy a jövőben a kerület több pontján is találkozhat majd a lakosság a közösségi komposztládákkal. Ámon Ada, Budapest főváros önkormányzatának klíma- és környezetügyi főosztályvezetője kitért rá, Budapest több kerületében is helyezte ki gyűjtőládákat, összesen 5 helyszínen, az elsőt például Tabánban. Azért érdekes a Tabán, mert ott volt először ilyen közösségi jellegű kezdeményezés, és ez nagyon fontos dolog, hogy a kezdeti ellenállás, ami az emberekben mondjuk egy komposztládával kapcsolatban van, azt a tapasztalat folyamatosan felülírja, és az emberek megszeretik ezeket a berendezéseket. Nagyon hát mondjuk egyszerű berendezés. Ugye hát van egy tartály, amiben bedobunk szerves anyagot, és láss csodát, a természet szabályai szerint ez elkezd bomlani, és a végén értékes táptalajjá válik. A környezettudatosságot elősegítő ládákat bárki használhatja, azonban fontos, hogy a kihelyezett tájékoztatókat figyelmesen olvassák el az érintettek, és tartsák be az előírásokat, ügyelve arra, hogy csak a megfelelő anyagok kerüljenek a gyűjtőedényekbe. Rákosmente önkormányzata az átfogó intézményfejlesztési programjának keretében azon dolgozik, hogy minél korszerűbb körülményeket teremtsen a 17. kerületben. Ebből kifolyólag egy újabb kisgyermeknevelő létesítmény udvarára telepítettek műfüves burkolatot a szakemberek. A prémium pázsittal ellátott felületet ezúttal a Rákosmenti napsugárovodában helyezték el. A megújult focipálya mellett pedig a csapadék vízelvezetés és korszerűsítésre került.
Rákosmente önkormányzata az átfogó intézményfejlesztési programjának keretében azon dolgozik, hogy minél korszerűbb körülményeket teremtsen a 17. kerület óvodáiba járó gyermekek számára is. A helyhatóság kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a rákosmenti intézmények folyamatosan fejlődhessenek. Ebből kifolyólag egy újabb kisgyermeknevelő létesítmény udvarán került korszerűsítésre a műfüves burkolat. A rákosmenti napsugáróvodában elhasználódott a korábbi pálya, így időszerű volt annak cseréje. Itt is ugye az volt a probléma, hogy a régi pálya már nagyon elhasználódott, és nagyon sok sár és kosz került a pályára, és tönkre is ment már. És ezt most ugyanazzal az új technológiával újítottuk fel, amint már a Mákvirágban is és a Mézeskalácsban is történt. Itt még pluszban annyit meg kellett tennünk, hogy a csapadék vízelvezetést egy kicsit korszerűbbre kellett váltanunk. A kivitelezés során prémium pázsittal látták el a területet, amely semmilyen káros anyagot nem tartalmaz, nem veszélyes az egészségre. Az új generációs gyártási technológiával készült burkolat szálai 24 mm hosszúak, amelyek rugószerűen fel vannak tekerve, így a szálak hossza 12 mm, ezért a pázsit rugalmas és ízületkímélő. Tubojné Szabó Kinga, az intézmény vezetője kitért rá. Nagy örömükre szolgál, hogy a 15 éves, gödrökkel terít terület helyett újat kaphatott a létesítmény, hiszen a gyermekek sok időt töltenek a hátsó udvaron. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben a mi intézményünk is bekerült a felújított óvodák közé. Az eredeti műfűvünk több mint 15 éves volt, nagyon sok gödör volt rajta, illetve az alépítmény már összetöpörödött, így a vízelvezetés nem oldódott meg. Nagyon szépen köszönjük a hátsó udvarnak a rekonstrukcióját. Itt a műfű alatt is van két olyan nyomvonal, ami a csatornába vezeti a vizet. Ezáltal a gyerekek ősszel, télen a csapadékos idő és ki tudják használni az udvar lehetőségét, valamint nyáron a párakaput is itt a mellettünk levő két hársfához szoktuk kivezetni, és itt szépen elfolyik a víz, tehát nyáron az árnyékba is tudják használni. A szeptember 22-i átadást követően az óvodások a pályát közös focizással avatták fel. A 17. kerületi városvezetés a jövőben is folytatja majd a rákosmenti közintézmények korszerűsítését. A Rákosmenti Védőnői Szolgálat idén is megrendezte a szoptatás világnapjához kapcsolódó konferenciáját. A megjelentek szeptember 23-án a Vigyázó Sándor Művelődési Központ fórum termében egyebek mellett a témával összefüggő szakmai előadásokat hallgathattak meg. A szervezők a rendezvény keretében továbbá ajándékokkal köszöntötték azokat az édesanyákat, akik anyatejjel táplálták csecsemőjüket. Az eseményen jelen volt a program fővédnöke Dunai Mónika országgyűlési képviselő, valamint dr. Füzesi Péter alpolgármester is. Szeptember 23-án az édesanyákat és az édesapákat várták a Vigyázó Sándor Művelődési Központba, ugyanis ebben az évben is megtartotta a Szoptatás Világnapjához kapcsolódó konferenciáját a Rákosmenti Védőnői Szolgálat. Az eseményt megnyitó beszédében Dunai Mónika országgyűlési képviselő örömét fejezte ki azzal kapcsolatosan, hogy a 17. kerületben nem csak az augusztus 1-i anyatejes világnapon szerveződnek programok. Mint utalt rá, az édesanyák gyermekük táplálásával, nevelésével a jövőről, a jövő generációjáról gondoskodnak. Kiemelte, a családok támogatása továbbra is igen fontos feladat. Mi egyben kőkeményen biztosak vagyunk, hogy amit eddig tettünk, hogy a családokat segítjük, és a családoknak minél több támogatást igyekszünk adni, ebből nem akarunk visszalépni. Ebben nagyon elszántak vagyunk, ettől nem kell tartani, hogy ilyen történik, sőt, egy örömhírt is elmondhatok, hogy szeretnénk létrehozni egy országos anyatej bankot, ami regionálisan sok helyen már jól működik, de országos viszonylatban ez még nincs stabilan finanszírozással és minden egyéb körülménnyel megtámasztva. Ezt mindenféleképpen szeretnénk a jövőben létrehozni. A megjelenteket, valamint a szervezőket dr. Füzesi Péter alpolgármester is köszöntötte, emellett üdvözölte annak gyakorlatát, hogy a kerületben működő védőnői szolgálat minden évben több alkalommal felhívja a figyelmet az anyatejes táplálás jelentőségére.
Mi is minden erővel támogatjuk azt, hogy minél inkább bejusson az édesanyákhoz ez a lehetőség, és megtanulják azt, hogy ezt hogyan kell helyesen tenni. Bár nagyon sokan ugye ösztönösen, ezt már tegnap is tapasztaltam, tudják táplálni a gyermeket, de azért a anyatejnek a hűtése, keverése, használata, stb. Azért az nem magától érthetődő, és nagyon jó, hogy nálunk van szoptatási tanácsadás is a védőnői szolgálatnál. És én nagyon szépen köszönöm a védőnőknek, hogy ennyire áldozatos munkát végeznek azért, hogy ez az anya-gyermek kapcsolat ebben az anyateljes táplálásban kiteljesedhessen. A rendezvény során szakmai előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, többek között dr. Hirsch Anikó, csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter tájékoztatóját, amely során a kötődés és az azt befolyásoló tényezőkről, valamint az evészavarok hátterében álló okokról osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Bedő Imre a Férfiak Klubjának alapítója, beszámolójában arról beszélt, hogy miként támogathatja a férfi, mint apa az anyateljes táplálást. A férfi dolga a körülmények megteremtése, és hogyha rájövünk arra, vagy megtudjuk az eszünkkel, hogy mennyire fontos az anyatej, és látjuk, hogy az anyatejnek a megtermelése, úgymond, az egy fontos feladata az anyának, hogy ahhoz körülmények kellenek, tehát nyugalom kell, például a stressz elapasztja az anyatejet. Az anyát segíteni kell ebben az időszakban, hogy ez a folyamat beindulhasson, és ameddig ezt ő csinálja, addig ez fenntartható legyen. Az rengeteget kivesz az ő szervezetéből, fáradtabb lesz, nehezebben bír dolgokat. Tehát a támogatás, a folyamatos támogatás és a környezet megteremtése, hogy nyugalomban lehetőség szerint ugye stresszmentesebb, nyugalmasabb környezetben, akár abban az egész évben, másfél évben, ameddig ez zajlik, az egy nagyon erős férfi jelenlétet igényel, de én azt hiszem, hogy minden férfit motiválnia kellene annak, hogy végre ez az, amit ő tehet hozzá a gyermeke egészségéhez. Ács Rozália, a Rákosmenti Védőnői Szolgálat intézmény vezetője rámutatott, tudományos konferenciájuk célja, hogy segítsék az édesanyákat, illetve a családokat, és hogy felhívják a figyelmet az anyateljes táplálás pozitív hatásaira. Most olyan 35% körül van, akik egy éven túl is tudják anyateljel táplálni a babájukat. Viszont el kell mondjam, hogy világviszonylatban és európai viszonylatban Magyarországon ez még mindig jobb a külső átlaghoz képest. Viszont 2025-re az a terv, hogy ez érje el világszinten az 50%-ot. Úgyhogy nagyon messze vagyunk ettől, és hát természetesen az egyéb lehetőségek, tápszerek, egyéb táplálási módok kényelmesebbnek tűnik. De ez nem igaz, mert tehát az első idő, a befektetett odafigyelés, az hosszú távon megtérül a baba egészségébe, az anya egészségébe és az időráfordításba is. Az eseményen verseivel Albert Ferenc író, valamint zongorán a Benedek Fiházas pár működött közre. A rendezvényen a gyermekek számára játszósarkot alakítottak ki, a szülők pedig a szakemberektől kaphattak további tanácsokat, egyebek mellett a baba hordozó használatával, illetve a várandóság és a szoptatás alatti egészséges táplálkozással kapcsolatosan. Most következzen néhány fontosabb hír a közelmúlt eseményeiből. A több generációs családi házban élők is rezsicsökkentett áron kaphatnak gázt az erre vonatkozó rendelkezés értelmében. Ezt a kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan társasházaknak vagy lakásszövetkezeteknek nem minősülő családi, illetve ikerházban élnek, ahol legfeljebb 4 egymástól elkülönülő lakás található, de csupán egyetlen közös gázórával rendelkezik. Az érintetteknek az eljárás lefolytatását kérelmezniük kell, melynek módját dr. György Rúzsa Ágnes, Rákosmente önkormányzatának jegyzője ismertette. A több generációs családi házakra vonatkozó rezsikönnyítés szabályainak értelmében, azokban a több generációs házakban, ahol csupán egyetlen mérőóra van, az átlag fogyasztásig már lakásonként lehet kedvezményes áron számolni a felhasznált gázt. Ezzel az eljárással a rezsicsökkentett áron elfogyasztott gáz mennyisége megtöbbszörözhető.
A lakások számáról a települési jegyzője állít ki hatósági bizonyítványt. A készhez kapott dokumentumot ezt követően a gázszolgáltatókhoz kell benyújtani. Mondta el dr. György Rúzsa Ágnes, Rákosmente önkormányzatának jegyzője, aki azt is ismertette, hogy a 17. kerületi lakosoknak miként kell eljárniuk az ügyintézés során. Ennek a jegyzői hatósági bizonyítványnak a kiadását ezt kérni kell. Az önkormányzat honlapján közé tettünk egy kérelmet, amit onnan letöltve ki tudnak tölteni, és el tudják juttatni, akár személyesen a polgármesteri hivatalba, postán kitöltve, de azért leginkább az e-papíron történő beküldést szeretnénk ügyfélkapu igénybevételével szorgalmazni. Ez a leginkább 21. század és leginkább kezelhető eljárásmód. Dr. György Rúzsa Ágnes hozzátette, a dokumentum kiállítását megelőzően helyszíni szemlére van szükség az igazolás hitelesítése érdekében. A felmérést időpont egyeztetés előzi meg, melyhez a hivatal munkatársai telefonon fogják felkeresni az ügyfeleket. A jogszabály azt írja elő, hogy a hatósági bizonyítványnak a valós, tényleges állapotot kell tartalmazni, ehhez elengedhetetlen a helyszíni szemle megtartása. A kollégák kimennek és megnézik konkrétan, hogy az adott épületben hány lakás található. A lakás minimális követelményei egy konyha, egy fürdőszoba vagy egészségügyi helyiség is legalább egy minimum 8 négyzetméter nagyságú lakószobának megfelelő helyiség. Hogyha ezek megtalálhatók, akkor a hatósági bizonyítvány kiadásának nincsen akadálya. A jogszabály szerint az igényléstől számítva 8 nap áll rendelkezésére a hivatalnak a bizonylat kiállítására. A jegyzőasszony kiemelte, a rákosmenti polgárok részéről eddig közel 600 kérelem érkezett már be, amely fővárosi szinten is kiemelkedő aktivitásnak tekinthető. Rákosmente önkormányzata idén ismét csatlakozott a közel 10 éves hagyományra visszatekintő Bringás reggeli elnevezésű programsorozathoz. A helyhatóság munkatársai ezúttal is forró teával, szendvicsekkel és ajándéktárgyakkal fogadták a két keréken érkezőket Rákoskeresztúr főterén. Az eseményre kerékpárjával Horváth Tamás polgármester is kilátogatott. Szeptember 20-án a kora reggeli órákban együtt fogyaszthattak napindító finomságokat a biciklivel közlekedők a főtéren. Rákosmente önkormányzata ugyanis újfent csatlakozott a Magyar Kerékpáros Klub Bringás reggeli elnevezésű kampányához, amely közel 10 éves múltra tekint vissza. A hagyományokhoz híven Horváth Tamás polgármester is kilátogatott a térre, és mint elmondta, fontos felhívni a két keréken való közlekedés jelentőségére a figyelmet, hiszen a pozitív élettani hatásai mellett a fenntarthatóság szempontjából is előnyös. Hogy fontos az, hogy az emberek figyelmét felhívjuk arra, hogy ha lehet, akkor ne használjuk az autókat, hiszen ugye a fenntarthatóság jegyében, vagy akár a közvetvédelmi szempontokat is figyelembe véve sokkal hasznosabb, hogyha kerékpárt használunk. Ugye mostan a mobilitási hét, ebből az apropóból is tartjuk meg ezt a mai bringás reggelit, de egyébként most már hagyomány, mondhatjuk, hogy hagyomány itt Rákosmentén, évente legalább két alkalommal megtartjuk ezt a bringás reggelit, hogy kicsit a kerékpározásra fejlődjük a figyelmet. Rákosmente a kedvező környezeti adottságainak, illetve a fellelhető bicikli útjainak köszönhetően méltán nyerte el a kerékpáros barát kerület címet. A városvezetés további célja, hogy a speciális úthálózatok számát tovább növelje. Terveink szerint szeretnénk ugye bővíteni a kerékpáros hálózatot is a kerületben. Nem könnyű, hiszen helyhiány miatt nagyon nehéz kerékpárutakat létrehozni. Az, hogy autósávokba felfestjük, az rész számomra legalábbis nem elég biztonságosnak tűnik, tehát mindenképpen olyan megoldásokat kell találnunk, ahol el tudjuk különíteni a kerékpárosokat az autósoktól. Úgyhogy mi töretlenül hiszünk abban, hogy ha már ezt a címet megnyertük, akkor ezt fenn is kell tartani, és ennek megfelelően kell, hogy dolgozzunk tovább. Az eseményen idén ősszel is számos érdeklődő jelent meg. Voltak olyanok is, akik minden alkalommal kilátogatnak a rendezvényre. Minden évben ki szoktunk járni, nagyon szeretik a gyerekek, hiszen ez egy plusz élmény nekik. Azon felül, hogy hetente pár alkalommal ők is biciklivel járnak óvodába, iskolába, ez egy lehetőség arra, hogy egy kicsit megszínesítsék a hétköznapjaikat.
A városvezetés továbbá bízik abban, hogy a kezdeményezés révén még többen kapnak kedvet majd ahhoz, hogy akár a bringás reggeli résztvevőihez hasonlóan egy kis testmozgással indítsák a napot. A Rákosmente televízió krónikáját látták. Riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a rakosmente.tv.hu oldalon. Vigyázzanak egészségükre, minden jót kívánunk, viszontlátásra!